adott az fxy egyenlő 1 per x plusz 1 per y plusz xy kétváltozós függvény, határozzuk meg ennek a szélső értékét. No, mielőtt neki veselkednénk és elkezdenénk x és y szerint deriválni, nézzük meg, hogy itt törtökről van szó, és tudjuk, hogy a törtben a nevező nem lehet nulla, tehát kezdjük egy kikötéssel, hogy se az x, se az y nem lehet egyenlő nullával. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha kijönne, mint lehetséges szélső érték a nulla-nulla pont, hiszen nagyon sok már korábban elvégzett kétváltozós függvénynél ezt láttuk, akkor itt kapásból rá tudjuk vágni, hogy mivel nem is értelmezés tartománybeli pont, ez azt jelenti, hogy az origóban biztos, hogy nem lehet szélső érték. Magát a felületet is arról is tudunk nyilatkozni, hogy az origóban, illetve az x és y tengelyek fölött biztos, hogy megszakad ez a felület, de erről majd később. No, és akkor mielőtt deriválunk, még egy gyors átalakítás. Az, hogy 1 per x, illetve az, hogy 1 per y, írjuk úgy, hogy x a mínusz elsőn, illetve y mínusz elsőn, és akkor most már tudunk deriválni. Nézzük először az x szerinti deriváltat. Ha x szerint deriválunk, akkor azt kapjuk, hogy mínusz x a mínusz másodikon plusz y. Ha y szerint deriválunk, akkor pedig mínusz y a mínusz másodikon plusz x. Ezt kell egyenlővé tenni nullával, kicsit alakítsuk át, a negatív kitevőt varázsoljunk, abból pozitív kitevőt, vigyük le ezt a hatványtagot a nevezőbe. Tehát az első egyenletünk az legyen, hogy mínusz 1 per x négyzet plusz y egyenlő nulla, a második pedig ugyanígy mínusz 1 per y négyzet plusz x egyenlő nullával. Na kérem, akkor van két egyenletünk és két ismeretlenünk, hogyan oldjuk meg? Oldjuk meg úgy, hogy kifejezzük az y-t az elsőből, y akkor egyenlő 1 per x négyzettel. Nézzük akkor, mi történik. Mínusz 1 per, és a nevezőben lévő y helyére beírom azt, hogy 1 per x négyzet, ami a négyzeten van, tehát az ott 1 per x a negyediken lesz. Na most itt ez egy emeletes tört, 1 per x négyzet. Mi történik, ha egy kifejezésnek jelen esetben x a negyedikennek vesszük a reciprokát, majd újra a reciprokát, hát kérem, visszakapjuk az eredeti kifejezést, tehát mindösszesen úgy tudjuk írni a második egyenletet, hogy mínusz x a negyediken plusz x egyenlő nullával. Kreáljunk belőle egy szorzatot, emeljük ki a mínusz x-et. Ha kiemeljük a mínusz x-et, akkor a mínusz x a negyedikből kiemelve a mínusz x-et marad egy x a harmadikon, az x-ből kiemelve a mínusz x-et pedig marad a mínusz 1, és egy szorzat akkor egyenlő nulla, ha valamelyik tagja nulla. Tehát vagy az x egyenlő, akkor nullával, vagy pedig az x köbb mínusz 1 egyenlő nullával. Ebből az következik, hogy vagy az x egyenlő nulla, vagy pedig az x egyenlő 1. Számítsuk ki a hozzátartozó y koordinátákat. Mikor keresnénk az x-el való helyettesítés értékét, és ezzel kezdtük a példát, hogy az origó az nem lesz jó, akkor kijön az, hogy az y egyenlő 1 per 0 négyzeten, ennek nincs értelme, tehát a 0-0 pont már nem jön ki. Ha megnézzük a másikat, amikor x egyenlő 1, akkor a hozzátartozó y is 1 lesz, azért, mert 1 per x négyzetbe, ha behelyettesítem x helyére az 1-et, akkor nyilván 1 per 1 a négyzeten az egyenlő 1-jel. Hát ez azt jelenti, hogy ennek a függvénynek egyetlen egy helyen lehet szélső értéke, egy lokális szélső értéke, mégpedig az 1-1 koordinátájú ségbeli pontban. Na most, hogy itt tényleg van-e, azt majd a másodrendűekkel fogjuk tudni eldönteni. Képezzük akkor a másodrendű parciális deriváltakat, először a tisztákat. Azaz, amit először x szerint deriváltunk, azt újra x szerint deriváljuk, illetve amit y szerint, azt újra y szerint. Nézzük. Az x szerinti tiszta másodrendű parciális derivált, ott a mínusz 1-et fogom szorozni a mínusz 2-vel, az összesen akkor 2-ször x a mínusz harmadikon, kicsit átalakítjuk, hogy ez 2 per x a harmadikon. Ha y szerint deriváljuk az y szerinti deriváltat, akkor meg azt kapjuk, hogy 2-ször y a mínusz harmadikon, az megint átalakítva 2 per y köb. Nézzük a vegyes másodrendű parciális deriváltakat. Az x szerintit deriváljuk y szerint, az 1, az y szerintét pedig deriváljuk x szerint, hál' Istennek az megint 1.
Jó, tehát a vegyes másodrendűek megegyeznek. És akkor egyetlen egy helyet kell megvizsgálni, mégpedig az egy-egy koordinátájú síkbeli pontot, helyettesítsük ezt be a dxy segédfüggvénybe, tehát felírjuk, hogy d1-1, és akkor a vegyes, a tiszták szorzatából kivonjuk a vegyesek szorzatát, szépen mondva a tiszta másodrendűek szorzatából vonjuk ki a vegyes másodrendűek szorzatát. Jó, akkor az azt jelenti, hogy a 2 per x köb kifejezést szorzom a 2 per y köbből, és ebből kivonom, a két vegyes pedig, tehát kivonom az egyszer egyet behelyettesítve, 2 per 1 a harmadikon szor, 2 per 1 a harmadikon mínusz 1, hát kérem, akkor az azt jelenti, hogy 2-ből 1, az pedig egyenlő 1-el, az pedig nagyobb, mint 0. Ha nagyobb, mint 0, akkor van szélsőérték. Az, hogy ez a szélsőérték most minimum vagy maximum hely, azt mert valamelyik tiszta, másodrendű parciális derivát fogja eldönteni. Nézzük az x szerintit, az 2x a mínusz harmadikon. Kérem, ha az x egyenlő 1, akkor ennek az értéke az egyenlő 2-vel, tehát pozitív, azaz minimuma van. Na most nézzük meg, hogy az 1-1 koordinátájú síkbeli pontban mennyi lesz a helyettesítési érték, tehát ez a minimum, ennek mennyi az értéke, azaz az eredeti függvénybe xy helyére beírjuk az 1 és 1 kifejezéseket. Akkor az 1 per 1 plusz 1 per 1 plusz 1 x 1, itt 3 darab 1-es látunk, tehát összeadva őket azt kapjuk, hogy akkor 3. Tehát akkor válaszolva a feladat kérdésére, hogy hol van ennek a függvénynek szélső értéke, akkor azt mondjuk, hogy az 1-1 koordinátájú pontban van szélső értéke, ott a helyettesítési érték, azt kérem szépen 3, és még azt is tudjuk, hogy minimum. Készen vagyunk, még egy szépség dolgot nézzünk meg, hogy hogy is néz ki ez a felület. Én kérem szépen, itt van jó nagyban ez a felület, a szürke mező az az értelmezési tartomány, ez a kék, ez pedig maga a keresett felület. Le van szűkítve az értelmezési tartomány, az x és y tengelyeken látszik plusz 7 és mínusz 7 között, tehát az értelmezési tartományból csak egy négyzetet látunk, egy 14x14 egység négyzetet, e felett látom ezt a grafikon, ezt a felületet. És úgy van forgatva, hogy a jó lehessen látni, hogyha képezzük, mutassuk is meg, hogy az 1-1 koordinátájú pontban, abban a pontban, amit most látunk, ott P-vel jelölve, kérem szépen, az a keresett szélső érték, azt számoltuk most ki, és ebben a pontban a helyettesítési érték 3, és hogyha egy picit kimozdulunk a szürke mezőben, az 1-1 koordinátájú pontban, bármelyik irányba ezen a síkon, az ahhoz tartozó helyettesítési értékek, már a grafik szemléletesen jól látszik a felületen is, hogy akkor az nagyobb lesz, mint 3. Tehát ez az az 1-1 síkbeli pont, ahol meghatároztuk, ahol kiszámoltuk ezt a lokális szélső értéket. Maga a benne lévő érték az pedig nem más, mint 3. És akkor ezzel a feladatot teljesen megoldottuk és szemléltettük.